Üdvözlet mindenkinek 2023. január 5-én az infobaba.hu weboldalon. Ezóta Klaus Schwabról fogunk beszélni, illetve arról a rendszer szintű átalakításról, amit ő tervez, illetve előkészített és most kiviteleznek, valamint megnézzük, hogy mi a kilátás a munkaerőpiacon hogyan fog megváltozni a munkalehetőségeknek, a világa a közeljövőben, Mielőtt elkezdjük, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig meg fogok mutatni egy videót, ez Euronews YouTube csatornán található, és a jövő munkahelyére készülnek Kolozsváron a címe egy kicsit később. Most a Magyar Nemzet cikkét szeretném megmutatni. Klaus Schwab, a világgazdasági fórum elnöke bejelentette a világ rendszer szintű átalakítását. Ez a cikk, ez december 21-ei. Az érdekesség és egy újabb olyan dolog, ami alátámasztja mindazt, amiről beszéltem itt az évek során, már pedig az, hogy az összes ország karöltve együtt dolgozik azért, hogy az új világrendet felépítse, felállítsa és üzemeltesse. Ez szintén ezt fogja nekünk megerősíteni, hiszen Schwab a világgazdasági fórum elnöke a kínai állami tévében mondta el világ átalakító terveit. Nem is vitás! Írják, hogy Kína mindenhol elhelyezett megfigyelőkamerákkal, szociális kreditkártyákkal, COVID -e elleni védekezés ügyén, totális lezárásokkal, az emberek átfogó megfigyelésével nagyon hatékonyan építgeti a szép új világot, amely Schwab terveiben is ott szerepel. Hát hol is adna interjút, ha nem éppen a kínai tévében? Ott most nemrégiben volt szó, itt egy korábbi videóban arról, hogy hogyan is épül ki, azt hiszem a digitális állampolgárság kapcsán ugyanaz a megfigyelő rendszer, az a digitális új világ, amiben mindenkinek csatlakoznia kell, aki szeretne részt venni majd a kereskedelemben különösen, illetve a hétköznapi életben. Ez megy Magyarországon, de abban a videóban megmutattam, hogy Európa szerte minden országban mennek erre való törekvések, fejlesztések. És az nyilvánvaló, hogy Kínában ez sokkal előre haladottabb, mint nálunk, illetve ez jellemző egyébként egész Ázsiára, de az nem azt jelenti, hogy Európa az le van maradva, hogy más utat fog bejárni, illetve más terv. Én úgy hiszem, hogy ez az interjú, hogy éppen ott mondta ezt el. Szintén ezt látszik alátámasztani. Ami még érdekes az az, hogy ha akkora az ellentét a nyugat és Kína között, mint amennyire azt szeretnék nekünk demonstrálni, hogy olyan nagy, vagy mekkora, akkor hogyan lehetséges az, hogy Schwab, aki az egyik legliberálisabb gondolkodású ember, akire gondolni lehet éppen a leg konzervatívabb gondolkodású országban, ami ráadásul még egy kommunista rezsim, ami szerintük egy zsarnokság, ha ott mondja el ezeket az információkat, vagy egyáltalán ott megjelenik. Ebben a rövid bejátszásban éppen Kínát dicséri az ébre egy alvó nemzetem csatornáról való, gondolom ő feliratozta, úgyhogy köszönet neki ezért. De a lényeg az, amiről beszél Klaus Schwab, úgyhogy lejátszom ezt a rövid részletet. We have to construct the world of tomorrow. It's a systemic transformation of the world. We have to construct the world of tomorrow. It's a systemic transformation of the world. So Szóval hogyan akarják ezt a rendszer szintű átalakítást véghez vinni? Ez egyébként ebből a, az a interjúból való, amiről szó volt éppen a Magyar Nemzet cikkében. We have to define how the world should look like, which we want to come out of this transformation period. I uh, respect China's achievements, which are tremendous over the last uh, over 40 years. Mi is az az eredmény, amit elért Kína a legutóbbi az, el, az elmúlt 40 évben, amiről ő beszél, azok a hatalmas eredmények? Hát a, a megfigyelő rendszer, amit itt összefoglalt az előbb ebben a cikkben nagyon helyesen, az írója, a szociális kreditkártya, megfigyelő kamerák, totális lezárások, illetve ennek az integrálása egy rendszerbe, aminek segítségével kontrollálni lehet az egész lakosságot. Ez úgy hangzik valakinek, mint ez egy demokratikus jövő lenne, ahol mindenki csak felveszi majd az általános alapjövedelmet, és a repülő autójával, repülő elektromos autójával utazgat majd egyik nyaralásból a másikba. I think it's um, a role model for many countries. Példa kép Kína. <laughs> But I think also uh, we should leave it to each country uh, to make its own decision. What system it wants to adapt? Hogy tudna már minden ország választani, hogyha ők meghatározzák a sorsát a világgazdasági fórumon, vagy a világkormány csúcs találkozón, vagy a római klubban, vagy a Miriád egyéb ilyen csoportosulásokban? Szóval nem nagyon lesz választási lehetőség. Ez az, hogy van választási lehetőség, amiről most beszél, ez egy illúzió, ez egy hazugság. Azt akarja, hogy mintha úgy tűnne, hogy majd minden ország megválasztja. Hogy, hogy tudná minden ország megválasztani? mindenki oda fog menni, ahova a legnagyobb országok csatlakoznak, hiszen a többsége a közigazgatásnak, az államoknak, az csak követi a vezetőket, nem tud nélkülük létezni. Szóval semmiféle választási lehetősége nem lesz senkinek arra, hogy mely eldönt, hogy melyik rendszert és sose volt, mert sose lesz. And I think we should be very careful in imposing systems. But the Chinese model is certainly a very attractive model for quite a number of countries. És ez azt állítja, hogy a kínai modell, az, az vonzó egy csomó ország számára. Nem, nem is értem, hogy ezt az emberek csak nézik otthon, és úgy vannak vele, hogy milyen nagyszerű irányba halad a világ, és a jövő, az gyönyörűen néz ki felhőtlen. Honnan kapja a hatalmát ez a világazdasági fórum, vagy ezek a szervezetek, amik a háttérben ugye ügyködnek annak érdekében, hogy az új világrend létrejön, ezt is megtudjuk ebből a cikkből. Kiválasztották őt és őket erre a szerepre, csak nem a nép az, aki kiválasztotta, hanem a globális pénzügyi elit. Többek között a legnagyobb bankár dinasztiák, és ez most már magyar nemzet.hu. Aval az álomvilág kezd beszivárogni a valóságban és az emberek tudatába. Elmagyaráztam már azt is, hogy mi az oka ennek, a, az a nagy elégedetlenség, ami ebből fog következni, az csak jól jön az elitnek, hiszen úgy lehet majd lerombolni a jelenlegi világrendet, tehát szükség van arra, hogy az emberek tudják az igazságot és elégedetlenek legyenek. A következő a világgazdasági fórumhoz kapcsolódó, mint egy 1500 darab multinacionális cég, gigacég, tech óriások, pénzintézetek, vagyonkezelők, a globális technokrácia, amelyek számára Schwab a legalkalmasabb jelölt arra, hogy rajta keresztül átvegyék a föld irányítását a nemzetállamok vezetőitől. És fájdalmas lehet a felismerés sokak számára, de ez egy teljesen más világ, mint amiben mi közép-kelet-európaiak hittünk, amikor a kommunizmustól megszabadulva a nyugati szövetségi rendszer tagjává váltunk. Persze a népnek fogalma volt soha, hogy mi az, ami történni fog, de ez a terv nem most alakul ki, ahogy mennek előre, ez már létezik több száz évvel ezelőtt. És ha egyszer időm lesz, akkor elmagyarázom, hogy. Ez már dokumentálhatóan létezik több ezer éve. Ez a terv. Az furcsa, amilyen hangnemben a magyar nemzet ír az éghajlatváltozásról, de érdemes erre is figyelmet szentelni. Másik fontos megállapítás arról szólt, hogy céljaik elérése érdekében fel fogják használni a baloldal kedvenc témáját is, az éghajlatváltozást, és ezzel felgyorsítják a globalista menetrendet. Nem úgy tűnik, hogy a cikk írója, az különösebben hisz ebben az éghajlatváltozásban. Például a természet, mondja Schwab és a környezet, az éghajlatváltozás mind olyan területek, ahol valódi előrelépést érhetünk el, ahol valódi hatást gyakorolhatunk. És a kommunista Kína szintén részt vesz a világgazdasági fórumnak a klímaprogramjában. Szóval nincsen semmiféle ellenállás vagy eltérés, nézeteltérés, harc a kelet és a nyugat, meg a különböző nagyhatalmak között. Ugyanazt a szekeret tolják, minden szövetségben benne vannak. Az, amit a felszínen mi látunk, az egy színházi előadás, hogy, hogy me mekkora az ellentét a BRICS államok, meg a NATO, meg az EU, meg a mit tudom én kik között. A klímaprogram és a pandémia kettő, amit a világgazdasági fórum szeretne felhasználni az emberek, a társadalmak életformájának átalakítása érdekében. Ez még mindig a cikkben hangzik el. Az ember által okozott globális klímaváltozás tézise írja az író, amely egyébként ezer sebből vérzik. Jó alkalom arra, hogy rákényszerítsenek társadalmakat, nemzeteket, olyan kötelező életformákra, amelyeket azok nem akarnak és nem szeretnének. Ilyen a hagyományos ipar tudatos tönkretétele, az étkezési szokásaink átalakítása marha disznóhústól a műhúsok, rovarok, lárvák vonzó irányába, közlekedésben az elektromos hajtású autó kikényszerítése, az egyének klíma lábnyomának ellenőrzése. Flawless benne, hogy feltűnik mindenkinek az, hogy mennyire beszivárgott a mainstreambe, most már az új világrend, a háttérhatalom működése, és mindaz, amit az elit tesz annak érdekében, hogy kialakítsa ezt az új világrendet. Nem szabad azt hinni -e senkinek, hogy a, a média az velünk van, vagy az a célt szolgálja, hogy tájékoztassa az embereket. A média mindig is, és örökké is a tömegek manipulációjának az eszköze marad volt, és az is most. Szóval nem szabad azt hinni -e senkinek, hogy ezek az emberek velünk vannak, meg akármi, bárki is, aki itt van az információ, majd eljut így az emberekhez, valamilyen okkal jut el oda. Azt kellene kitalálni mindenkinek, hogy vajon miért is mondják el ezt nekünk. Azért, mert tudják, hogy már mindegy, nem lehet mit csinálni. A céljuk az, hogy tudja, minél több ember ezt is legyen fölháborodás. Azért, mert amikor összeomlik a gazdaság, kitör a háború, megkezdődik az éhínség, a betegségek, meg a pusztulás, akkor annál nagyobb lesz a káosz, minél több csoport fogja akarni kiírtani egymást, meg harcolni a különböző célokért legyen az az életben maradás vagy a hatalom megszerzése. Feltűnő, hogy Schwab itteni és más nyilatkozataiban is mennyire eszközszerűen merül fel akár a pandémia, akár a klímaváltozás elleni fellépés, nem véletlenül ezek valóban nem mások, mint hatásos eszközök egy neokommunista világ megteremtésének érdekében. Mi a végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet? Most már nincs is szükség olyanokra, akik összeesküvés elmélet videókat gyártanak, hiszen a mainstreamben benne van minden információ. Itt van még egy rövid bejátszás ebből az interjúból, ez mondjuk az Ázsia-Pacific Economic Cooperation, ez az Ázsia és Csendes-óceáni térség gazdasági együttműködése. Végtelen ilyen csoportosulás megszervezett van. Ez Tájföldben ülésezett 2022. november 18-án, bankokban. Mindenféle gazdasági uniók léteznek, és ezek tárgyalnak egymástól. Most már csak szép, lassan integrálni kell az összes egy rendszerbe. Ez az oka annak, hogy ezek mennek, ezek a tárgyalások. Kína is részt vesz például a következő programban, ami arra irányul, hogy egy trilliárd fát ültessenek az elkövetkezendő, mindjárt megnézzük, hogy hány évben. I'm very glad uh, that uh, uh, China is integrated into our initiative to plant one trillion trees in the next ten years. Tíz év alatt egy, ez azt hiszem, hogy ezer milliárd fa. Nem is tudom, hogy egyáltalán léteznek -e ezek a számok. A valóságban el lehet -e ezt érni, hogy honnan is lesz annyi fa, de tegyük fel, hogy lesz. Szóval a Kína is benne van ebben az egészben. Ez a, ez a természet, környezetvédelemség, természetimádat, földanyaimádat, és végső soron majd ugye egyfajta új pogányvallás, ami kialakul. Minden ország tagja ennek. Egy együttműködési platformot kell létrehoznunk. Figyeljen mindenki, hogy mi az, amit mond. The best people. A legjobb embereket integráljuk. The most relevant people. A legrelevánsabb -re embereket and to work for progress. Hogy együtt dolgozzanak az el, a haladásért. Ők azok, akik kiválasztják az embereket, képzik, ez a világgazdasági fórum, meg az épek, számos más szervezet, ezeknek vannak képzési program, vezetőket képeznek, amiben lehet jelentkezni bizonyos kritériumoknak megfelelő emberek minden országból, jelentkeznek ebben a, vezető a vezetőképzésre, elvégzik ezt, aztán visszamennek az országba, és ott folytatják a munkát annak megfelelően, amit tanultak, és aminek elkötelezték magukat. Ugyanígy működtek a mi vezetőink. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Ugyanígy képezték ki őket a megfelelő egyetemek, és aztán az országok, meg a pártoknak az élére állították őket. Ezek se szentek, se, a többséget nem érdekli, hogy mi az, ami az emberekkel történik. Van egy hatalmi harc, és ők eszközök ebben a hatalmi harcban játszák a szerepüket, az ország vezetői, akire gondol. Visszatérünk a cikkhez egy pillanatra, a végül Klaus Schwab világosá teszi, amennyiben lesznek, akik ellen akarnak állni a változásoknak, azokat majd a globális hatalmaknak kell mentorálniuk, hogy megértsék, a WEF világgazdasági fórum képére átformált világ nagyon előnyös lesz számukra is. Mentorálnunk kell a lakosságot, ami lényegében programozás és propaganda, jó példáinkon keresztül meg kell mutatnunk, hogy a jövő megköveteli ezt a változást, ami végső soron előnyös lesz számukra annak érdekében, hogy ostobák és ezt nem értik még most. A világgazdaság cikke egyértelműsíti az 2018. november 19, hogy ez a folyamat nagyon régen kezdődött, és a nagy katasztrófák, meg kataklizmák a világ életében azok mindig is segítették elő a folyamatnak az előrehaladását, sőt, gyorsították azt. A második világháború után a nemzetközi közösség összefogott a közös jövő építéséért. Most ismét erre van szükség, miután a globális pénzügyi válságot követő évtizedet a lassú és egyenlőtlenül eloszló gazdasági kilábalás jellemezte, a társadalom jelentős része elégedetlenné, elkeseredetté vált nemcsak a politikával, és a politikusokkal, hanem a globalizációval és az annak alapját képező teljes gazdasági rendszerrel szemben is. Ez véletlen, vajon hogy ez így alakult? Ugyan azt mondják el, amiről beszélek már oly régóta. A szándékos folyamat történik annak érdekében, hogy az emberek többségét elidegenítsék az egész világtól meg a kormányzástól. Azért, hogy az új rendszert már várják és akarják azt, aki majd azt vezeti, és el fogják hinni annak a szereplőnek, hogy ez egy új világ lesz, ami a szeretetre, az egyetértésre, az együttérzésre fog alapulni, ahol mindenki egyenlő lesz. Ez az új világrend az Antikrisztus vezetésével, amiről a Biblia oly régóta ír. Ráadásul egész véletlenül pont ezt mondta el most is Klaus Schwab ebben az interjúban. Globalization has failed, and we are entering into an era of deglobalization. Ő nem ért egyet ezzel. Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt, a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Uh, we, of course, we have reshaping Of chains, so. át kell alakítani bizonyos ellátási láncokat. For certain physical goods, we may see much more uh, reshoring or home-shoring. Bizonyos termékeket helyben kell előállítani majd, fizikai áruk esetén. In reality, the world has moved closer together because um, uh, we we are moving from a physical world much more in a digital world, and the digital world by nature. Is much more globally oriented. Szóval nem, hogy arról lenne szó, hogy a globalizáció az elbukott, hanem sokkal sikeresebb volt, mint az bárki is gondolná, és a digitális forradalom által és annak segítségével a világ kisebb lett. Erről beszél. Kisebb lett olyan értelemben, ahogy ő gondolja, hogy könnyebb lesz az embereket kontrollálni, mivel a digitális világot egyszerűbb ellenőrizni, mint a fizikális világot. Digitális világban akarok és képes vagyok rá, kimegyek egy erdőbe és élek ott egy kunyhóban, aztán valahogy érdegélek. De a digitális világban nem lehet ezt megcsinálni, hogyha nem tudok részt venni benne, szükséges hozzá internet, bankszámla, munkahely, lakcím, személyigazolvány, meg mit tudom én, mik még most már, oltási kártya is, meg ezek a dolgok egyszerűbb ellenőrizni számukra és az ellenség számára a digitális világot, mint a természetes világot, ezért vontak ki minket a természetes világból bele ebbe a virtuális valóságba. Much more globally oriented. Now you asked how to approach. Most már több szereplős megközelítésre van szükség, ez a stakeholder, ez részvényes. Eddig ugye voltak részvényesek, azok voltak a tulajdonosai a cégnek, és azt hazudozzák most az embereknek, hogy már minden hétköznapi ember majd részvényese lesz, meg részese ennek az átalakítás utáni világnak. It's certainly uh, governments who have to be in the lead, but uh, business, most of the solutions From and... és részt kell vennie ebben az üzleti életnek, a különböző innovációs folyamatok révén, de a kormányzatok azok, akik továbbra is ezt vezetni fogják. And we have to the large we have... És mindemellett természetesen a lakosság nagy részét integrálnunk kell szintén ebbe a rendszerbe. We have to um, mentor mm -hmm. the population.

a médián keresztül lényegében ezekkel a fabrikált eseményekkel, hogy ez egy szükséges változás, és végső soron ez majd jobb lesz számukra, mint az a világ, amiben most élnek. Nagyon helyesen a világgazdaság különbséget tesz, és elmagyarázza, hogy a globalizáció, illetve a globalizmus az eltér egymástól. A globalizmus, ami Schwabnak az ideológiája, az egy neoliberális, globális rendet részesít előnyben, a nemzeti érdekekkel szemben. Ez más szóval az új világrend, egy világkormány. A globális rend végső soron a világkormányban csúcsosodik ki. És itt is láthatjuk azt, hogy az a fajta eltávolodás és elégedetlenség ezzel a globális rendel szemben, amiről beszélt Schwab, illetve a hölgy, a kínai riporter, meg amiről beszélek, hogy ez létezik. Az egy valós dolog. Egyre több választópolgár követeli, hogy vegyék vissza az ellenőrzést a globális erőktől. Így most az a kihívás, hogy egy olyan világban kell szuverenitást helyreállítani, amely a együttműködést követel meg. Ez egy paradoxon. Nem lesz szuverenitás egy olyan világban, ahol együtt kell működni. A szuverenitásnak az a lényege, hogy minden nemzet ez esetben majd saját sorsát kormányozza annak megfelelően, ami a legjobb neki de hogyha közben együtt kell működnie a többi nemzettel azért, mert klímaváltozás van, ami egy globális probléma, szerintük legalábbis, meg éghajlatváltozás, meg katasztrófa, meg pandémia, meg világháború, és mi békét akarunk, ellátási lánc problémák, éhezés, ez, ez azt követeli meg, hogy az országok félretegyék a nemzeti érdekeiket, és együtt dolgozzanak azért, hogy mindenkinek jó legyen. Ez egy kommunista diktatúra, ami a végkifejlet ennek. Tehát nem lehet szuverenitást elvárni, meg elképzelni egy olyan világban, ahol együtt kell működni. Ez a lényege ennek a paradoxonnak. Erről is beszél a protekcionizmus és a nacionalista politika révén elzárnánk egymástól gazdaságainkat, egy új társadalmi szerződés kell kialakítani a polgárok és vezetők között, oly módon, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát otthon, és nyitott maradjon a világ felé. És ilyen nincs. Most ezt csináljuk. De ez egyértelműen nem működik hogyha az egyik országnak az az érdeke, hogy a szennyvizet belengedje a Dunába, a másiknak, ami azután következik meg az, hogy ne legyen benne, akkor itt nem lehet közös nevezőt találni. Vagy belengedem, vagy nem engedem bele. És a szuverenitást nem lehet megőrizni mind a két országnak, nem lehet, a protekcionizmus azt jelenti, hogy a saját gazdaságát részesíti előnyben, meg úgy általában a saját országának az érdekeit. Ezt nem lehet megvalósítani abban a világban, ami következik. Úgyhogy ez csak egy álom azoknak, akik szeretnék ezt a nagy utópiát, ahol mindenki egyenlő, meg majd együtt játszanak a gyerekek az egész világon, meg boldogan hancórozunk, a semmi dolgunk nem lesz. Ilyen, ilyen nem létezik, ezt nem lehet létrehozni. A világ nem tudja létrehozni, mert míg ember az ember, addig mindig lesz valaki, akinek lesz ambíciója, aki erőnyben részesíti saját magát, meg az ő saját érdekeit. És itt van, Ha ez nem sikerül, akkor a társadalom szöveteinek folyamatban levő szétesése végül a demokrácia bukásához vezet. Ez az, ami következik, ezt nem lehet itt megvalósítani, tehát kifolyólag ebből a demokrácia el fog bukni. És a kérdés az, hogy mi lesz azután, mikor a demokrácia elbukott, amit legalábbis mi demokráciának hívok. Miközben mindent megtettünk annak érdekében, hogy kialakuljon egy ilyen globális, tökéletes rendszer, ahol mindenki jól érzi magát, az lett az eredménye, amint írják, hogy a prekariátus és a privilegizált rétegek között szakadékot tovább erősítik a negyedik ipari forradalom üzleti modelljei, ez a mi világunk a negyedik ipari forradalom. Prekariátus meg lényegében a dögevők, a privilegizált rétegek meg akit mindenki úgy ismer, hogy az idézőjebe vett elit. Amelyek gyakran tőke tulajdon vagy szellemi tulajdon révén generálnak jövedelmeket. Mi akkor ennek az alternatívája? Egyfajta kommunizmus, ez a, az a multi-stakeholder, a több részvényes, amiről beszélt, az ez. 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 a mese, hogy majd mindenki részesedik egyenlőképpen a társadalom javaiból. Ez az új gazdaság már felbolygatott számos iparágat, és eközben több milliónyi munkavállaló veszítette el az állását. Ez a következő téma, amit meg fogunk beszélni. Továbbá dematerializálja a termelést az értékteremtés tudás intenzitásának a növelésével a termelés áttevődik a fizikálisból a digitálisba, a dematerializálja ez ezt jelenti, hogy nem szükséges már annyi fizikális erőforrás a termeléshez. Ráadásul az értékteremtésnek ugye növekszik a, a tudás igénye. Szóval nagyobb tudást igényel és kevesebb fizikális, fizikai munkát meg eszköz. Ezért folyamatosan, ha ez a tendencia fennáll, akkor csökkenni fog a munkahelyek száma sokkal képzettem munkaerőre van szükség, de még abból is kevesebbre. Ráadásul élénkül a versenyez által, hisz több ember fog versenyezni kevesebb munkahelyért, illetve lehetőségért. Minden téren a helyi, termék, tőke és munkaerő piacokon, valamint az országok között is, amelyek eltérő kereskedelmi befektetési stratégiákat alkalmaznak. Teljesen át fognak alakulni majd a gyors ütemben zajló technológiai változások okán az egészségügyi, közlekedési, kommunikációt termelési és energiarendszereink is. Ez szükségesé teszi a nemzeti és multinacionális együttműködés új keretrendszerének kidolgozását, de az oktatásnak egy új modelljét is, kiegészülve a munkavállalókat új szakismeretekre képző célzott programokkal, a robotika és mesterséges intelligencia újításaival az idősödő társadalomban el kell mozdulnunk a termelés és a fogyasztás narratívájáról, a megosztás és a gondoskodás narratívája felé, ami az új világrend lényegében egy utópisztikus világ, ahol mindenki egyenlő és boldogan él, amíg meg nem hal. Ahogy mondtam, áttérünk most erre a másik gondolatra, amivel be fogjuk fejezni ezt az egész videót, Befellegzett a programozásnak, pár éven belül nem lesz szükség programozókra, ez a kérdés. Jobban teszik, ha felkészülnek a programozók, hogy pár éven belül új állás, sőt új szakma után kell nézni arra a munkára, ugyanis amit ők végeznek, nem lesz szükség a számítógépeket, ugyanis a jövő évtizedben már nem programozni, hanem csak tanítani fogjuk, ami azt jelenti, hogy úgy van, ez is csak, ahogyan azt mondtam korábban, mi voltunk azok az emberek, akik létrehoztak az új világrendet, akik felépítették azt, mármint azok, akik részt vettek ebben a munkájukkal, az erejükkel, az energiájukkal, és most már eldobhatóká váltunk, már nincs szükség az emberre, mehet mindenki a dolgára, mert a számítógép képes az magától ezt az egészet folytatni. Ezt állítja egy mesterséges intelligencia fejlesztéssel foglalkozó cég vezetője, ez prog.hu, aki szerint a számítógép programozás, mint tudományág, rövid időn belül meg fog szűnni. Szerinte a jövőben a programok kódját nem emberek, hanem mesterséges intelligenciák fogják írni, és kizárólag olyan emberek lesz szükség, akik ezeket megtanítják majd erre. A jövő mérnökei néhány gomnyomással beindítanak majd egy 4-5 milliárd paraméteres gépi tanulási modellt, amiben már eleve be van kódolva az emberiség teljes ismeretanyaga, sőt még több is, és ami készen áll arra, hogy bármilyen feladattal megbirkozzon. Vajon mi lesz az a feladat? Ez egyébként Communications AC of the ACM weboldalról származik The End of Programming, az eredeti cikk. Az emberek egyszerűen tanítani fogják a gépeket példákon keresztül, az pedig megcsinálja majd a többit. Szerintem a klasszikus számítógép programozásnak túlnyomó többsége irrelevánsá fog válni, amikor figyelmünk az intelligens gépek tanításának irányába fog eltolódni a közvetlen programozásról. Hagyományos értelemben vett programozás valójában pedig halott lesz. A hajó az hamarosan elindul, és mindazok, akik rajta lesznek, azok részeivé válnak ennek az új digitális világrendnek ami szerintem az emberiség többségét magába foglalja majd, hiszen nehéz lesz ellenállni a csábításnak, hogy mindazt, ami kézzelfogható és megszerezhető most itt, azt azon túl nincsen mindaz, akinek az élete és a családjának a fennmaradása forog veszélyben, ami mindannyiunknak a közös jövője lényegében. De úgy hiszem, hogy van egy lehetőség arra, hogy mindenki válasszon, és ahhoz, hogy megfelelő döntést hozzon az ember, szükség van az igazságnak az ismeretére. Az igazság pedig most már úgy tűnik, hogy olyan sok helyen szivárog ki ebből a szétomló rendszerből, hogy szinte nem lehet elkerülni azt, a másik az, hogy ez összefüggésben lehet azzal, amekkora a hazugság és a sötétség a világban. A teremtő mindig törődik velünk annyira, hogy létrehozza számunkra ezt a végtelen kaput, ahol láthatjuk, hogy mi is az élet és a valóságnak az igazi arca, ezáltal döntést hozhatunk, amely megalapozott és nem panaszkodhat a végén senki majd arra, hogy Ó, én ezt nem tudtam, vagy azt nem tudtam, vagy számomra ez vagy az nem volt világos Azért nem, mert Itt van, mindenki szem előtt, most már láthatjuk, hallhatjuk A fő médiákból, mindenhonnan ez folyik, az új világrend A kommunista diktatúra, a globalizáció vége A világkormány Ez az utópia, ez az ami vár ránk Hová nem mondhatja senki azt, hogy nem tudott róla legalábbis majd a végső elszámolásnál nehéz lesz ezt bebizonyítania. Most még itt hazudozhat magának, mindenki meg egymásnak, de az idő hamarosan eljön, amikor szint kell vallani mindenkinek. Bízom abban, hogy ezek a videók hasznosak, és amennyiben igen, akkor arra kérek mindenkit, hogy osszátok meg ezt azokkal, akik fontosak számotokra. Lájkoljátok a videóinkat a közösségi média oldalakon, Köszönöm a figyelmet mindenkinek, hamarosan folytatjuk, addig is, halleluja!